Reformátusok ezrei zarándokoltak el a román-magyar-ukrán hármas határ közelében fekvő Nagyecsedre. Itt szervezték meg Irina Szatmár határok nélkül elnevezésű református találkozót. Akkor, amikor megint itt úr vagyok Szatmárban, érzékelem azt, hogy a határok valóban nem választanak el bennünket. Éppen ezért hívták életre ezt a rendezvényt, hogy a történelmi Szatmár vármegye reformátusai találkozhassanak egymással, és az ország határok ellenére egy közösségként tekintessenek egymásra. Hiszük azt, hogy eljön az ideje, amikor mind a három országba szakadt egy régió megint egymásra talál. Ez két dolog szükséges, az, hogy egyen-egyenként megtaláljuk egymást, de nagyon fontos dolog az, hogyha a gyülekezetek, a közösségek. Magyarság összetartó és hit megerősítő erejének is köszönheti a sikerét a rendezvény. Azt gondolom, hogy csak az ilyen rendezvények tarthatnak meg bennünket, mert amikor látjuk egymást és a másik hite által tudunk épülni, akkor az meghatványozódik. Éppen ezért munkálkodik a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a hasonló vallási és kulturális rendezvények szervezésével, de a hithez kapcsolódó könyvek kiadását és a tehetséggondozást is feladatának tekinti a három részre szakított történelmi Szatmárban. Egy ugyanazon értékek határozzák meg mindennapjainkat. Ezeket az értékeket kell átörökítenünk. Az Egyesületnek célja az értékek, a magyar kultúra, a szatmári emberek által létrehozott értékek átörökítése gyermekeink, unokáink számára. A mai világnak úgy gondolom egy nagy-nagy ajándéka és áldása, találkozni ismerősökkel, találkozni itteni magyar emberekkel, reformátusokkal vagy más felekezetőekkel. Évről évre egyre többen vesznek részt a lelki és kulturális programokon, mert érzik, hogy a közös kultúra és főként a hit tartja egyben a magyar nemzetet az ország határok ellenére is.